Helyzet, hogy van nekem rövidebb posztom. Egyet. Hát egyet olvasok, akkor hát nagyon rövid. Ha hosszabbat olvasok, most már akkor megkért, hogy mi vagy nagymestere vagyok a sapkozásnak, tudásának, hát nem a legnagyobb mester, de elég szinten jó verem. Hozzam a sakról írt versemet, de én azért elhoztam egy kis lopás beletéve idődrablás ürügyet, egy régi esetemet, a Szalámi Vég című versemet. Ez azt hiszem többet ér, vagy legalábbis illanik, mint a sakról írt. Mondja, hogy Szalámi Vég, tehát írt a Petőfi István, 2009-ben még egy alkalommal, hogy csóróságban vagyok, pénzem szinte semmi. De az élet olyan, kell valamit enni. A tarantias költő az én titulusom, ám ezért nem kapok semmit a piacon. Élet fintora, hogy aki jól öltözött, nem biztos hozzá olyan jól étköltözött. Díszul a zsebe is lehet még üresen, többször este már rá így kínos esetet. Hát most útban vagyok épp egy ismerősöm felé, némi szívességgel dolgom könnyíteni. Tudom, ő is csóró, nálam még is csóró még. Szívesség fejében neki mit adhatnék. Ám pénzem alig zörög a zsebembe, de itt van az üzlet, talán lesz mit vennem. Nézegetem sorba a felvágottakat, látom félretéve a vég darabokat. Ni, a végek ára alacsonyabb sokkal, rögtön rá is csapok, nem látok olcsóbbat. Mondja az eladó, ez kutyának való, mondom most, én leszek az erre befaló. Meghökkenesz róla, csak bambám bámul rám, kétkezővé tesz az ünnepi ruhám. Remélt nagy vásárlást, úriasnak valót, nézd, mint ki nem érti a kimondott szót. Ismétlen kérésem, de ő csak mered rám, erre előveszem a névjegy cédulát, odaadva neki eszókat mondok még, ebből is láthatja, nem lett nálam pénz. Arandias címem nem biztosít semmit, arandias versem nem érdekel senkit, így egyet csak ide a végdarabokat, lehetőleg minél nagyobb adagokat. Részrehajlóvé vált az eladó erre, megtisztelt, végekből nagyokat kivette. Ez volt elismerés felőle ér hozzám, a névjegykártyámat ekként honorálván. Boldogan jöttem ki már az üzletből, jól is lakhatunk a kevés kis pénzemből. Kedves barátom is jól lakhatik vele, szívesség tétele, nagyobb lesz a kedve. Hát ez a története a Szalámi Végnek. Lám az aranydíjjal valamit elértem. Kutyakaja vagy nem, mégis Szalámi volt. Aranydíjas címem így lett hasznosított. Köszönöm. A sok. Szerintem.